És akkor most már, Szandi, felkonferálhatod a mostani vendégünket. Aki nem más, mint Leskovics Gábor, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, és nektek is, meg a hallgatóknak is. A Pál utcai fiúk frontembere, és hát ünnepelünk, és ráadásul van is mit bőven, mert hogy én most tudatosult bennem, hogy neked most volt a születésnapod 17-én. Isten éltessen! Boldog születésnapod! Nagyon szépen köszönöm! Boldog születésnapod! És arról nem beszélünk, hogy hanyadik. Igen, hogy máshogy is ünnepelhetni. 17-dik. Az igen. Egy zenész a születésnapját, mint sem egy kis koncerttel. Nem mármint, is akármilyen koncert. Várjál, még akkor térjünk vissza a szülinapos koncertjére. Ezt adjunk még ennyire előre. Igen, mert hogy pont most tudatosult az is bennünk, hogy neked pont a születésnapodon volt egy jó kis szóló koncert. De ebben volt valami tudatosság? Nem, a koncertek általában úgy jönnek, hogy hívnak minket, hogy van egy dátum, és akkor ráérünk-e. Amikor ezt kérdezték tőlem, én akkor láttam, hogy ez a születésnapom van, mondtam, hogy miért ne. Tehát ez egy olyan koncert volt, ahol ez egy ilyen otthoni étteremben van, vagy hogy mondják ezeket. Szuterén gasztrotér. Igen. Ez egy lakásétterem. Lakásétterem, igen. Ezek mostanában igen. Így van, lakásétterem. És ők már ezt csinálják évek óta, és ez ugye úgy van, hogy egy ilyen van egy többfogásos borvacsora, és akkor én vagyok mondjuk az előétel, tehát hogy egy ilyen kis szórakoztató felvezetés az elején, és akkor nyilván volt egy kis születésnapi köszöntés is, úgyhogy nagyon jól is laktam, és jót is ittunk utána a kedves házigazdákkal, úgyhogy jó este volt. Hú, de jó lehet ez a kis családi hangulatú kis koncert. Na, de viszont ami szombaton lesz, az kicsit se lesz családi hangulatú, az óriási buli lesz, hiszen hogy mást is ünnepelsz, 40 éves a Pál utcai fiúk, bizony, ugye? Bizony. És jön is szombaton a nagy koncert, méghozzá Budapest legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén, a Budapest Parkban léptek fel, jó pár ezer ember előtt. Lesz majd, ha jól tudom, akkor ugye egy előzenekarotok is. Igen, még egy cukorka. Még egy cukorka, kicsit felvezet titeket, és jön a nagy durranás, ami hát önmagában az, hogy egy zenekar szerintem 40 éve zenél, már az egy nagy durranás, mivel készültök erre a koncertre. Hát most el fogom mondani, hogy mindenféle jóval és extrával, de most csak még el nem felejtem, eszembe jutott, hogy szerintem az fontos most hozzátenni, hogy egy kicsit korábban érdemes jönni a koncertre, mert ugye sokan a parkban olyan tudják, hogy a zenekarok olyan 8:30-kor szoktak kezdeni, de mivel ez egy születésnapi koncert, sokkal hosszabb lesz, mint amit a szokásosnál hosszabb lesz, ezért korábban lesz a kezdés is, tehát mi is már körülbelül olyan 7:30 fele elkezdjük, az előzenekar az meg előtte még olyan 6:30-kor a még egy cukorka. Ez csak azért mondom, hogy nem érdemes az érkezést az utolsó pillanatra hagyni, mert már az elején olyan dolog lesznek, amit szerintem kár lenne kihagyni. Azt hittem valami tortaosztás lesz, vagy valami. Dobálás a színpadon. Ezt a szervezőkre bízom, tehát a parkosokra csodálkoznék, hogyha nem lenne valami hát főleg, hogy egy másik tagotoknak is ráadásul születésnapja lesz akkor Anikónak. Na, ez az is véletlen, igen, mert az előbb így már erről beszéltünk, ezek a véletlenek. Igen, az Anikónak egyiket aznap van a születésnapja, és... De mondom, ez megint, amikor tavaly leültünk a parkosokkal beszélni, hogy ezt a koncertet ott csináljuk a születésnapit, akkor felverültek ilyenkor dátumok, és akkor ugye nagyon nehéz jó dátumot találni, azért tudni kell, hogy mondjuk egy ilyen hely, mint a park, az egy évre előre már kezdik felépíteni a dolgokat, és mi szerettünk volna, ugye hétköznapot lehet találni, de szerettük volna ezt szombatra tenni. És akkor felmerült, hogy van ez a dátum, egyből lecsaptunk rá, és akkor mondtam, hogy az meg plusz extra, a két születésnap egyszerre. Uh-huh. Nem semmi, hogy ez így kialakult. Mondtad, hogy ugye hát 40 év, de hát ti nem egy ilyen nosztalgia zenekar vagytok, akik nem tudom én 20 éve az előző 20 évből éltek, hanem hát ugye abszolút aktívak vagytok, mondtad, hogy most is vannak újdonságok, új számok is, ezek már ott leszek a koncerten, vagy ez a koncert inkább visszatekintés? Vagyis is. Mi mindig próbálunk azért egy olyat, tehát nyilván lesznek olyan dolgok, ami a leges szerzeményeink között vannak, tehát gyakorlatilag ilyen mit tudom, majdnem 40 éves dalok, tehát olyanok is lesznek, és de eljátsszuk ilyenkor mindig a legújabbakat is, tehát a két új dal is lesznek olyan ritkán játszott számok, nálunk van mondjuk a Partizán például, amit nagyon gyakran szoktak kérni, de azt már évek óta úgy játsszuk, hogy egy a 20 éve kialakult, hogy az mindig csak ilyen az 5-ös vagy a 10-es születésnapi koncerteken szoktuk játszani abban az évben, úgyhogy most az is lesz. Illetve lesznek nagyon sok vendégzenész, lesznek
azok, akik az utóbbi évek szinte állandóan velünk vannak különböző felállásokban, akusztikus vagy bármilyen ilyen koncert van. Nem is kezdek most egy sztár vendégek is. És érkeznek. Lesznek sztár vendégek, ami nekünk, tehát a mi körünkben ők nekünk annak számítanak, lesz a Péter Fibori, most már el lehet mondani, mert a neveket is, tehát a Péter Fibori is, Müller Péter Sziámi. Hát és ők szerintem azért nagyon sok körben ma a magyar zenei életben igenis sztárnak számítanak. Igen, és nyilván ilyenkor kitaláljuk, hogy mit fognak énekelni, de azért ebbe is raktunk csavarokat, meg mindenféle meglepetést, tehát itt még azért nem akarom lelőni a poénokat, de sok minden fog történni, illetve nem csak énekeseket hívtunk, hanem gondoltuk, hogy hívunk egy hangszeres zenészt is, az ritkában szokott lenni, hogy és ott viszont a Kispál András lesz a Kispál és a Borz gitárosa, aki nem nagyon szokott ilyeneket elvállalni, úgyhogy mert hogy van nagyon izgulós fiú, úgyhogy pont tegnap próbáltunk vele, és hát annak örülök, hogy így a barátság az nagyon rég megvan, de örülök, hogy azért erre így eljött, és mondom, ez így. És akkor ezen kívül még lesznek extrák, tehát fúvó zenekar, mármint tűzoltó zenekar, és hát artisták nem lesz, most már elkezdtem gondolkodni, mi lesz még. De igazából azért is fontos elmondani, mert amikor elkezdtük tervezni ezt a koncertet, és akkor miről szóljon az egész, és én mondtam, hogy azért egyre figyeljünk, hogy azért ez egy pár utcai koncert, tehát ne arról szóljon az egész, hogy minden dalt átírunk, vagy és teljesen más formában játszunk. Ez azért, aki szereti a zenekart, az nem fog csalódni, ez a dalainkat fogjuk eljátszani, a 40 év alatt összegyűlt daloknak a legjobbakat. Pont ezen gondolkoztam, hogy lehet 2 órába belesűríteni 40 évet, hogy ilyen nehéz. Úgy, hogy vannak újdonságok is, nyilván vannak azok az óriási slágerek, akiket muszáj lejátszani, és akkor közben az ember a maradék, nem tudom én, 1 órába pedig, hát hogy mi alapján válogatjátok össze ilyenkor a zenét? Ez nagyon sok, és nem csak erre kell még figyelni, amit elmondtál, azon kívül kell figyelni arra, hogy mondjuk, a vendégek hol helyezkednek el, hogy itt ebben az zenekarban kérjenek, és hogy mikor énekel Anikó, mikor én, mikor vannak a közös dolog. Nekem nagyon-nagyon fontos, hogy mindig egy koncertek, hogy legyen íve. Tehát nekem ez hogy induljon valahonnan, tartson valahova, általában ott van a közepén egyfajta, egy ilyen megtartás a dolognak, ami nagyon kell vigyázni, az ne legyen például unalmas. Uh-huh. Ott úgy kell elhelyezni a dalokat, hogy mindig valamivel fenntartsd az érdeklődést. Hát egy ilyen, ezt a sorrendet, ami egyébként játszunk most, én ezt már mondjuk egy ilyen 2 hónapja csiszolgatom, tehát nem tudom, hanyas verziónál tartok most. Most már összeállt, mert most már le kellett adni a fénynek, hangnak mindenkinek, úgyhogy most már végleges a sorrend. Tegnap még megcsináltam azt, hogy percre kiszámoltam minden dalt, hogy az hány perc, na itt mennyit fogok dumálni itt ez a szám előtt, de nyilván csak azért, hogy össze kellett raknom, hogy egyáltalán beleférünk az időbe, hogy ne csúszunk ki, mert ez nehéz kiszámítani, hogy ennyi dalnál, hogy ez mennyi ideig fog tartani. Na úgyhogy azért is tökre izgulok. Tényleg? Izgulsz? Nagyon. Hát ne hülyeskedj. 40 éves, még mindig izgul. Nem azért izgulok, hogy el tudom-e játszani valamelyik dalunkat, mert az annyira, tehát hogy én belesülök egy dalba, én habozás nélkül megismétlem azt a verszakot, hogy valamit, tehát akkor elmondom, bocsánat, tévedtem, tehát nálunk azért ez belefér szerencsére. Azért, hogy akiket meghívtunk, a sok ember, aki ezen dolgozik, mert mondom, hogy rengeteg ember dolgozik egy ilyen koncerten, és hogy az ő munkájuk ne vesszen kárba, tehát hogy sikerülnek a dolgok, amit kitaláltunk, és remélem, hogy ez így lesz, de ugye a legfontosabb az, hogy az emberek, akik eljönnek, az tényleg a több ezer ember, hát most már nem tudom, már hány ezernél tartunk most a elővételben, de elég jó, úgyhogy hogy mindenki jól érezze magát, és mindenki, az nagyon fontos azért, hogy azt kapják az emberek, amire megvették a jegyet, és ez azt felextrázva mondjuk. Tehát artistákat majd az 50. születésnapon láthatnak, úgyhogy azt ne várják, de lesz azért bőven extra látnivaló. És hát nem jöttél üres kézzel, mert hogy a múltkor, amikor benn voltál nálunk, akkor meséltél egy könyvről, ami már ott van Szandi kezében. Szandi, milyen ez a könyv? Igen, ez egyébként azt hozzáteszünk, hogy nem egy friss kiadás, tehát ez nem egy mai könyv, viszont elképesztő különleges a története.
rólatok szól, a Pál utcai fiúkról, és egy rajongótok írta, igaz? És köszönöm, hogy hoztál nekünk, nem mondom el, hogy kinek, mert ajándékba lesz, de dedikálva is van. A Facebook oldalunkra töltöttem már fel Leskovics Gáborról, lecsorol egy képet, hogy éppen dedikálja a könyvet, de az még titok, hogy kinek. Na de hogy elképesztő munka van ebben a könyvben. Igen, ez sokáig készült, tehát majdnem egy évig csinálta a Bea, Baltavári Bea, úgy hívják a szerzőjét. Ő valóban egy ilyen rajongó volt, egyébként újságíró volt a szakmai hivatalosan, úgyhogy nem... És először csak csinált egy riportot velem, utána lett egy másik beszélgetés, és az ő fejében ez már megvolt, és ő, neki az volt a módszer, egyébként nagyon érdekes a könyv ilyen szempontból, hogy mindenkivel külön beszélgetett, és nem... és rákérdezett ugyanazokra a témákra, és úgy egy-egy ilyen sztorit, azt például sokszor 4-5 féleképpen mesélünk el, a hány tag van, mindenki annyi féleképpen mesél el, hogy ő megélte, és tehát számomra is egyébként, amikor először elolvastam, ez iszonyatosan érdekes volt ez az egész. Nagyon, ugye, akkor nagyon nagy ilyen fénykép, meg egyéb gyűjteményem van, tehát amik képeket, ebbe a könyvben elég sok kép is volt. Azokat tőled kapta, vagy tőletek? Persze, és akkor az is, hát az mi ezeket összerendezgetve, meg így elkészült, az tényleg nagy munka volt. Sőt, még olyan is van, hogy amikor elkezdtünk játszani, akkor először volt a gyerekkori szekrényemnek a belső falára írtam, hogy fel a koncerteket. Később az betelt, ezért egy kockás füzetet használtam. Ez is benne van? És a könyvnek az legelején és a leghátulját, ha megnézed, ha kinyitod a legelső oldalt, úgy, és a jobb oldalt, hogy megnézed, a másik, vagy az, igen, a, igen nekem jó, bocsánat. Ott van felírva, az összes koncertünk bele van írva, ami volt. Ugye, de ez a 20 évenél jelent meg, tehát ott, mit tudom én, mondjuk az első 1000 koncertünk, az ott van a dátumom. Uh-huh. Szóval az első 20 évről, hát a második 20 évet pedig akkor most... Hát azt megírom én. Igen, de egyébként igen, Bea még továbbra majd is a rajongótok, megtartjátok a kapcsolatot? Ő külföldön él, de tartjuk a koncertet. Lehet, hogy remélem, hogy erre a koncertre is hazajön, de egyébként ő külföldön... Találtam amúgy egy olyan oldalt, ahol Sziget-Szent Miklós szerepel, 1993, ezt gyorsan le is fotóztam, és még kiposztoltam a Facebookra. A könyvben ez jelentős rész, mert emlékszem, amikor először lejött, és ő arra volt kíváncsi, hogy ez az ennek így honnan indult, és nagyon sok, tehát ő végigmegy a helyszíneken, tehát a mozi, ahol először játszottunk. Ami Sziget-Szent Miklósi. Persze, igen, a Nádasdi Filmszínház. Igen. És akkor az le van fotózva, igen, itt volt az első koncert, és akkor így egy csomó, tehát mit tudom én, az Orgona Presszó, ami most már nem, az már nem létezik, ami ott volt ugye a kettes iskolával szemben. Ezek, tehát ahova mi jártunk, tehát így próbák után szórakozni, ezek így mind, ő ezeket is lefényképezte, meg így elhelyezte a könyvbe, meg hát szó esik róla, mindenki mesél ezekről a régi sztorokról, egyébként szerintem elég élvezetes. Hát meg egy kis helytörténeti mementó is, hiszen ugye ti innen indultatok, úgyhogy ezért is érdemes elolvasni. Na, hát... Már aki hozzájut, mert nem. Már aki, igen, hogyha hozzájut. Mondanám, hogy kölcsön adom, de nem. Könyvet nem adok kölcsön. Na hát ez a múlt, a jövő és a jelen pedig az, hogy 40 éves a Pál utcai fiúk, és jön a jubileumi nagy koncert most szombaton a parkban.